Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol visszahoztam nektek egy nagyon-nagyon régi videót, amit nagyon szerettetek, és fogalmam nincs, hogy miért nem csináltam belőle végül több részt. Egy haj hackes videót hoztam, rengeteg ilyen videó van, és nagyon nehéz volt egyébként olyat találni, ami tényleg érdekesnek tűnhet. Nagyon sok videó, ami hajhekkel foglalkozik, az általában hő nélküli göndörítésről szól, amit mi nem fogunk csinálni, semmiképpen. Viszont van nagyon sok frizura, amiket nagyon szívesen kipróbálok. Azt biztosan láttátok már, hogy nem vagyok kifejezetten egy ilyen különböző hajkölteményeket alkotó lány. Vagy ki van engedve a hajam, vagy fel van kötve. Ez a két opció van. Viszont ma fogunk próbálkozni, és kipróbálunk pár dolgot, amit TikTokon és Instán lehet látni, úgyhogy szerintem kezdjünk hozzá. Bele is mentem a lájkolt videóimba, és az első az egy hajgumi nélküli konty lesz. A néninek nagyon hosszú haja van, és ezzel egész egyszerűnek tűnik, nem tudom, hogy jó, nekem sincsen olyan rövid hajam, de nem vagyok benne biztos, hogy ez ezzel is működni fog, de próbáljuk ki. Be van göndörítve kicsit a hajam, bár ilyen nagyon messzi, nagyon beach waves. Ide teszem magamnak lesni. Tehát először is felfogjuk, mintha coffot csinálnánk, és már elvesztettem a fonalat, tehát eddig voltam meg. Gőzöm nincs, hogy hagyjak tovább. Lépésenként haladjunk. Fel kellett volna vennem, hogy könnyebb legyen. Körbe tekeri. What? Tehát úgy néz ki, hogy nem túl jó a koordináció. Oké, ő itt körbe tekeri ötször, mert nekem ez nem lesz meg. Egyszer, kétszer, háromszor tekeri körbe a haját. Oké, és annyi az egész, hogy ezt át kellene húzni. Háú! Jézus, persze! Háha, hogyne! Ez simán. És ezt a kis izét... Oké, próbáljuk újra. Most már tudjuk, hogy mit kell csinálni, így sokkal könnyebb. Alulról fogja meg, és így csavarja meg. De jó, kinek jut ez eszébe? És miért? Írjátok már meg, hogyha valaki ezt használja nap mint nap. Könyörgöm. Nem tudom elképzelni, hogy valaki ezt csinálja, és ezt hogy kéne ezt itt áthúznom. És azt mondja, hogy stays all day! Nem szeretem ezt a videót. Na jó, megnézem még egyszer, hogy hogy csinálja. Így fogja be. Így fogja be. Vagy fordítva. Most átjött az egész. De... Há? Utolsó próbálkozás. Bár őszintén megmondom, hogy szerintem halott az egész. Ennek nem kéne fájnia, de baromira fáj. Percek óta, hosszú percek óta ezt a egyet csinálom. No way, tehát nincs minek át, ne? Rövid a hajam hozzá, ne haragudjatok, de akinek mutatom, ilyen ciciigérő haja van, vagy rövidebb, annak ez nem fog menni. Úgyhogy nekem ez egy viszont, hogyha nagyon hosszú hajatok van, akkor előfordulhat, hogy nektek működik. Csalódott vagyok, menjünk tovább a következőre. One eternity later. Szóval, menjünk tovább, hogyha kiszelfiztük magunkat. Jó, a következőben masnit fogunk csinálni. Annyiszor láttam már, de még sose csináltam masnit, úgyhogy most masnit fogok csinálni. Viszont csak egyetlen egy darab kis gumikám van, ami azért nem jó, mert kapásból egy oldalhoz kell nekem kettő. De se baj! Elosztom két felé a hajam. Ezzel kezdünk. Fogjuk rá egyenes. Ez most nekünk bőven elég egyenes. És hol van a rendes fésűm? Csak azt nem hoztam ki? Minek fésű, ugye? Hova kell felfogni a coffot, hogy cuki masni legyen belőle? Ez a kérdésem. Ide? Barbara? Hozzám beszélsz? Ja? Nem. Akkor...
áú, belekötöttem egy olyat, amit nem kellett volna. Több olyat. Ez fáj nézni. Okay, let's try again. Tehát ezt csináljuk úgy, mintha meg se történt volna. Ezt összekötöm először, hogy ne fogjam bele feleslegesen, mert ez nem volt jó érzés. Olyan előnyösen nézek ki ezekbe a videókba, hogy ezt elmondani nem lehet. Az miért van, hogy ez cukin néz ki? De aranyos vagy. Esküszöm, így leszek a következő videómban. Ez rendes aranyos. Ezt csak azért fogom felkötni, mert baromira tetszik, ahogy szokban van aljam. Nekem is. Megint 5 éves vagyok. Ez nagyon jó. Nyilván, hogyha ezt mondjuk fésűvel kötném fel, akkor még jobb lenne, de hát túl vagányok vagyunk ahhoz. Téves, mégsem. Oh my jeez. Gyerekek. Ez nagyon jó. Érzitek a jazz, nem? Miről van szó? Esküszöm, hogy a következő videómban így leszek, hát ez mennyire jó már. Oké, kicsit eltértünk a tárgytól, masnit fogunk csinálni. Úgy kell csinálni a masnit, hogy előrefele, így, be kell izélni, és rá kell húzni ezt. Tudom amúgy, hogy egy csomóan rendszeresen csinálnak masnikát a kis hajukból. Le a kalappal előttetek, én nem vagyok ilyen király. 2 most nekünk elég lesz. Masni lesz a fejem, tete. Szükségem lesz egy hullámcsatra. Ezt 2 egyenlő részre kellene elosztanom. Ezért lett volna fontos, ugyebár, hogy ugyanúgy ilyen kis hajgumival kössem fel a coffot is, ne pedig ilyennel. Csak azért, hogy valamennyire megmentsük a lookot, ezt le fogom ide tűzni. Nem tudom, hogy fog kinézni, de hát hogyha nem látszódna az, akkor jó lenne. Most nyom van a fejem tetején. Ezt nem hiszed el, rendesen nem hiszed el. 23 évesen a YouTube csatornámra masnit csinálok. Fejem tetejére, és nagyon élvezem. Oké, meg lesz, mindjárt meg vagyok. Persze jelenleg hullámcsatból sincsen többen, csak hajtűm van, hogy tuti egyszerű legyen. De én... Ez nagyon jó! Ez nagyon tetszik. És ahhoz képest amúgy, hogy full első próbálkozás, nem olyan rossz. Fodrászok, ne támadjatok meg. Oké, masni van a fejem tetején. Ez egy nagyon nagy pipa, csak most sajnálom kibontani. De lehet, hogy valamelyik nap az Instagramon 2 masnival a fejem tetején fogtok látni. Ez nagyon könnyen előfordulhat, úgyhogy menjünk tovább a következőre. A következő hairstyle megint hajgumi nélküli művelet lesz, viszont, hogyha jól emlékszem, akkor ez nem egy konty, csak egy coff-szerűség. Tudom! A lényege az, hogy befonja a haját, és nem választja szét folyton a 3 részt, amit fon, hanem az a csomó, ami keletkezik a végén, azt aztán kifordítja, és az lesz a hajgumi. Ami szerintem baromi jó és tök ötletes, és most meg fogjuk próbálni megcsinálni. Körülbelül 3 egyforma részre van osztva, és az elejétől kezdve úgy fon, ami egész könnyű tekintve, hogy full kócos a hajam, hogy csak így hagyja csúszni, de igazából nem igazgatja. Ugye? Nem igazgatod? Nem. És meddig húzza vajon? Tehát mondjuk még... Még egyet. És ez amúgy jó tesz vajon a hajamnak? Tehát ez így... És most... Ezt át... Ugye? Amúgy hátulra nem rossz. Igen? Aha. Sőt. Ugyan nézzük már meg. Kicsit elzás. Na,
Most már Elza is vagyok. Akkor ezt vegyük úgy, hogy alapvetően működik, mert a helyén van. Valószínű, hogy ezt csak gyakorolni kell, és akkor jó lesz. Próbáljuk meg még egyszer megcsinálni? Kihoznád a hajkefémet, léci? Valószínű, hogy most már nem fog férni egy fésülködés is. Ilyen bájos. Ez meg Krusty Dusty. Csakó 2. Fésüljön. Au, careful. Oh. Milyen? Nagyon jó néz ki. Tényleg jó? Aha, szerintem nagyon jó. És itt most tök szoros. Fotózz le. Na, az van, hogy ez gyakorlós, kifejezetten nagyon. Ez az egy szál tartja egyébként itt az egészet? Tehát, hogy ez a ini-mini tincs, igen. Wow! Magic. Szegény fejbőröm teljesen ki van. Még egy olyan hackünk van, amit láttam már, és ki is próbáltam egyféleképpen. Azt hiszem egyébként, hogy Brad Mondónál láttam talán, de úgy, ahogy én szeretném, hogy működjön, úgy nem tud működni, de így most lehet, hogy fog. Megcsináljuk. Nem azt, de egy hasonló kis half up, half down-t, mint amit szoktam csinálni. Nem a legszebb lesz, de most nem is ez a lényeg. Nagyjából itt, hát mondjuk 3-ra megkötöm. Tyú, de jó kócos. Mindig oda fogok feleslegesen egy vagy két szálat. És ennek az a lényege egyébként, hogy nem szabad túl közel legyen a fejbőrötökhöz. Talán így a legjobb, ha mondom. Hogy fogjátok látni, hogy én mit csinálok. A lényege az, hogy szükségetek van egy hajtűre, vagy hullámcsatra, attól függ, kinek mi a szimpatikusabb, amit átfűztök a gumi alatt, úgyhogy kilógjon, de itt is legyen egy része. Kiválasztotok alulról egy ilyen kis kedves hajtincset, ami szimpatikus, és elkezditek, remélem látjátok, hogy mit csinálok, körbe tekerni. Egész addig, amíg a gumit úgy elfedi, ahogy ti szeretnétek, hogy elfedjen. És addig tekeritek, amíg ér a hajatok. Majd, amikor a végére értek, akkor átbújtatjátok először a hajtincset, ezen a kis hajtűn, majd az egyik hajtűt beledugjátok a másikba, lehetőleg úgy, hogy közben a hajatokat ne fűzzétek mellé, és áthúzzátok, minthogyha egy tűn húznátok át a cérnát, és a hajtűnek az alsó végét megfogjátok, és kihúzzátok. És készen van a bármiféle csat nélküli, hajjal elfedett hajgumi. És látjátok, itt van a tincs, amit áthúztunk, és senkinek fogalma sincs róla. És ez tök király, csak hogy engem ez olyan variációban érdekelne, hogy nagyon magasra kötött, vagy ilyen, half up, half down, vagy egy nagyon magas cof, és arra körbe tekerni. Viszont, hogyha nagyon magasra van felkötve a hajad, és nagyon erősen, ugye szorosan hozzásimul a fejbőrödhöz, a hajgumi túlságosan meredeken van, és nincs az az Isten, hogy te egy erősen meghúzott ilyen szilikon hajgumin szinte derékszögbe át tud bújtatni ezt a kis hajtűt. Legalábbis nekem nem megy, de ha van tippetek, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni egy olyan cofnál, akkor nagyon-nagyon várom a tippeket, ugyanis én ezt baromira szeretném úgy megcsinálni, de ez egy nagyon jó trükk, egyáltalán nem laza, olyan szoros, amilyen szorosra igazából te meghúztad a legelején, mivel bele van fogva az egész cofba, ez egész nap tart, és amúgy egy nagyon kis cuki megoldás, úgyhogy ez egy nagy pipa. Már csak kettő van hátra, és az egyik, az gőzöm nincs, hogy hogy kell kimondani a nevét a csajnak, de fantasztikus, imádom az instáját, gyönyörű hajakat csinál magának is, és másoknak is, és olyan hófehér, nagyon picit rose-gold beütésű haja van, hogy az valami hihetetlen. Egy viszonylag messzi bánt fogunk csinálni
most. Az első dolgunk az az lesz, hogy ki kell venni innen két tincset. Ez a legelső, és mondhatnánk, hogy a legfontosabb, de hát az a közel se járnánk az igazsághoz. Igen, jobb oldalt jobban kopaszodok, mint bal oldalt. Ezt nagyon jól látjátok. Fogjuk rá, így jó lesz. És először kötünk egy egészen alacsony coffot. Egyébként, ami miatt nem zavar, hogy kezd kicsit zsíros lenni a hajam, és holnapra használhatatlan lenne, ugyanis ott van velem szemben egy kis csoda, amit ti láttatok már Instán, jött egy új parókám, és ha minden jól megy, akkor holnap fogom elkészíteni. Nagyon sokan jól tippeltétek egyébként, hogy milyen szint rendeltem, természetesen nem fogom még elmondani, viszont nem sokára megtudjátok. Gyönyörű, kicsit rövidebb, mint amire számítottam, de ettől függetlenül fantasztikus, és egy átalakulós videót fogok csinálni, megint, azokat nagyon-nagyon szoktátok szeretni, és én is nagyon élvezem, és holnap szerintem posztolok majd képet, hogyha elkészült, nyilván csak fekete-fehérbe, hogy nem tudjátok, hogy milyen színről van szó, de most csináljuk a kontyot. Így néz ki eddig, és először ki kell belőle húzogatni pár tincset, hogy ilyen egészen laza legyen. Körülbelül így néz ki először. Ide tesszük a videót, hogy lássam. Két részre bontja, amiből csinál egy kis csomót. Úristen, ha tudnátok, hogy valamiért ez mennyire nem áll a kezemre, majd ezt a részét ilyen jó kis lazán ide feltűzi. Hogyha egy fodrász látja, hogy mit csinálok, sikítva fog röhögni rajtam. De kihagytál egy részt, amit én nem láttam, hogy hogy kell, és nem tudom. Itt tudja, hogy csinált egy ilyet, és a lényeg az egyébként, hogy össze-vissza tűzgéli a haját, hogy ilyen nagyon kis, szöszös és ide-oda állós legyen. És ehhez én most jelenleg nem vagyok beszámítható. Ja! Gőzöm nincs, hogy mit csináltam. Le is bomlik, le is bomlik. Jobb lett volna hullámcsattal csinálni, viszont nincsen nálam annyi hullámcsat, úgyhogy ha szeretnétek látni, ahogy ezt valódi erőbedobással megpróbálom megcsinálni, megfelelő eszközökkel, akkor ezt jelezzétek a komment részlegbe, de jelenleg nem érzem magamban a lelki erőt, őszintén megmondom, hogy ezt én normálisan meg tudjam csinálni. És van még egy trükk, amit szeretnék ma kipróbálni. Nem múlhat el hajhekkes videó egy göndörítési technika nélkül. És az az igazság, hogy tudom, hogy kicsit göndör a hajam, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a trükk ez működhet, vagy hogy egyáltalán mi mögötte a gondolat. Csak hogy biztosak legyünk a dolgunkban, egy nagyon-nagyon picikét rávasalok a hajamra, hogy ne befolyásolja a történéseket. Tudom, hogy közel sem szabályos, amit most műveltem, de pont annyira egyenesítette ki, amennyire nekünk most kell. Mindjárt megvárjuk, hogy felmelegedjen a hajvasalónk, amit egyébként 170 fokra tett a csajszín. 165, 180, legyen 180. Ő egyébként az a hölgyemény, akinek az előző videómban talán kettő hajhekke is szerepelt, és gondoltam, hogy megérdemli, hogy ebben is szerepeljen. És ahogy láttátok, ez úgy néz ki, hogy alufóliával betekeri a haját, és ahogy az alufóliát meggyűri, és azt átvasalja, attól lesz beach wave a hajába. Most egy pillanatra levesszük a hangot, hogy ti ne siketüljetek meg, és ahogy feltekertem, folytatjuk tovább. És talán egy kicsit behajtogatni? Őszintén megmondom, hogy nem értem, ugyanis a csajszí teljesen egyenesen csinálta, tehát egy ennyit csinált vele, hogyha még egy kicsit, nem tudom, így csinálta volna, megértem, de hogy ez vajon... És
semmit nem csinált a hajával, nincs befonva, nincs betekerve. Egészen egyszerűen 165 fokon átment a hajám. Meg tudom fogni az alufóliát. Na jó, szedjük ki, én azt mondom, hogy elég volt ennyi. Hú! Ti láttok bármit amúgy? Te látsz valamit? Szépen. Biztos nem csinált semmit vele? Nem! És neki hullámos? Hát igen. Jó, nem ilyen, de... Átvertek. Aki tudja, hogy mi az átverés ebben, vagy tudja, hogy hogy kellene csinálni ahhoz, hogy jó legyen, annak is várom a kommentjét, viszont ez nekem egyáltalán nem sikerült. Úgyhogy ezekkel a hackekkel együtt köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Nem tudom egyébként, hogy mennyire hívhatjuk sikeresnek, de azt tuti, hogy jól éreztem magam. Hogyha szeretnétek, hogy folytassuk ezt a sorozatot, akkor mindenképpen írjátok meg nekem a komment részlegbe. És hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy megnéztétek, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!